A nagy növekedésű vállalkozásokat célozza meg a Magyar Multiprogram, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára mutatott be Székesfehérváron. György László államtitkár előbb a kis- és középvállalkozások vezetőit tájékoztatta a program részleteiről, majd ellátogatott az egyik székesfehérvári üzembe. Keressük a jövő magyar multivállalkozásait, azokat a magyar kis- és középvállalkozásokat, akik nagy multinacionális vállalattá válhatnak, olyan vállalattá, amelyek megőrzik a magyar jellegüket, hiszen magyar tulajdonosaik vannak, és ők otthonuknak tekintik hazánkat, és számukra érték a magyaroknak munkát adni, és a térséget felvirágoztatni. Azt látjuk, hogy ahol sikeres gazdaságok működnek, fejlett gazdasággal rendelkező országokról beszélhetünk, ott ilyen úgynevezett multivállalatok adják a vállalkozások gerincét. A Mercedes is valamikor egy családi kisvállalkozás volt, a BMW ugyanígy, a Shimano, amely az összes kerékpárra gyárt váltókat, szinte az összes kerékpárra ők gyártják a váltókat. Ez egy japán közepes méretű vállalkozás, ha nekünk lenne ilyen magyar multink, mint a Shimano Japánban, a japánoknak, azzal nagyon boldogok lennénk. Úgyhogy azokat a vállalkozásokat keressük, amelyek az elmúlt években bizonyították azt, hogy nagy növekedésre képesek, három egymás követő évben legalább évi 20%-kal növekedtek, vagy az exportjukat 50%-kal növelték éves átlagban, mert ezekből a vállalkozásokból lesznek azok évtizedes távlatban, azok a magyar multik, amelyek Magyarországon a tartós gazdasági fejlődésnek az alapját képezhetik. Keressük ezeket a vállalkozásokat, nyilván meg is találják őket, hogyan segítik őket? Keressük is őket, és ők is jelentkezhetnek. A mindenféle közhiteles adatbázisból meg tudjuk állapítani, hogy ki az, aki alkalmas arra, hogy magyar multivá váljon, őket meghívjuk a programba. Nem mindenkit találunk meg, és azért várjuk azt március 5-ével, hogy jelentkezzenek azok a vállalkozások, amelyek magukra ismernek a növekedési kritériumokból. Mi is megtaláltuk őket, és jelentkeznek a programba, mert az is kell ahhoz, ők is kell, hogy akarják a velünk való együttműködést, szeressenek fejlődni, akarjanak fejlődni. Ha ez így van, akkor készítünk velük egy vállalatinterjút, ugyanis a Harvard Egyetem, a Harvard University kutatásai alapján arra a következtetésre jutottunk mi is, hogy a befektetők, a kockázati tőke, az úgynevezett kockázati tőke, az nem is annyira a termék ötletet keresi, mint az alkalmas menedzsmentet, mert egy alkalmas menedzsmenttel szinte bármit meg lehet valósítani. Tehát a kockázati tőke az Egyesült Államokban is csapatokba fektet. Ezért végzünk egy vállalati interjút, hogy megértsük azt, megismerjük azt, hogy ezek a vállalkozások mennyire ambiciózusak, és a vezetőik mennyire tehetségesek. Amikor ezen túl vagyunk, utána van egy szakértői testület általi értékelés, meghívtunk volt multinacionális cégeknél dolgozó menedzsereket, felsővezetőket, innovatív vállalkozókat, gazdaságstratégiával foglalkozó, gazdaságstratégiában és a világgazdaság folyamataiban jártas szakembereket, és ők együtt értékelik ezeket a vállalkozásokat, és kiválasztják azt az 50-et, akiket majd később fejleszteni fogunk a Magyar Multiprogram keretében. Ez a második fázis. A harmadik fázisban elkészülnek ezeknek a vállalkozásoknak a fejlesztési terveik, a negyedik fázisban pedig ezek a fejlesztések megvalósulnak az Európai Uniós kohéziós gazdaságfejlesztési forrásból szánunk az ő fejlesztési terveik megvalósítására és visszanemtérítendő támogatást, és a fejlesztéseik megvalósítására is szánunk visszanemtérítendő támogatásokat. Milyen összegekről van szó? A fejlesztési tervek elkészítése esetében 5 és 40 millió forintos nagyságrendről beszélünk, ami a visszanemtérítendő támogatás nagyságát illeti. Ezek 35-40%-os támogatás intenzitással megvalósuló fejlesztési tervek. A fejlesztési tervek megvalósítás esetében pedig 50 és 400 millió forint közötti összegre számíthatnak a vállalkozások. Ez is közel 35-40%-os támogatás intenzitással megvalósuló fejlesztéseket jelent, ami azt jelenti, hogy közel 1 milliárd forintos fejlesztések is megvalósulhatnak a Magyar Multiprogram keretében. A program szakmai támogatást nyújt a növekedési célok eléréséhez, így támogatják a kiválasztott vállalkozások termék- és szolgáltatás fejlesztési elképzeléseit, márka és arculatépítését, a külpiacra való kiutását, a humán erőforrást, továbbá stratégiai és pénzügyi tanácsadását.
nem csupán pénzt, hanem hosszú távú partnerséget, konzultációt, a kitörési lehetőségek közös megkeresését kínálja az MNP. György László ellátogatott egy olyan üzembe, mely esélyes a Magyar Multi programban való részvételre. A családi vállalkozásként indult üzem komplex csomagolási rendszereket gyárt egyedi igények alapján. Cégünk elkötelezett az innováció irányában. Szeretnénk a modern ipari trendeket meglovagolni, cégünknél bevezetni. Ilyen például az ipar 4.0 követelménynek való megfelelés. Automatizált gyártóegységeket vezetünk be, mint például, ahogy lehetett látni, az automata raklaplövő állomásunk, 3D nyomtatóink vannak, amikkel extra méreteket lehet nyomtatni. Az üzem folyamatos fejlesztésben és megújulásban van. Részt vett egy mintagyár programban is, ahol ezüst minősítést szerzett, és rengeteg segítséget kapott a szervezet fejlesztéshez. Van műanyag vákumforrázott tálcagyártásunk, ehhez kapcsolódóan egy CNC műhelyünk, ahol szerszámokat gyártunk, lakatos üzemünk van, ami fontos kapcsolódás a fázisgyártásunkhoz, mert ahhoz kell előállítanunk többek között a sablonokat, amivel a speciális raklapokat gyártjuk. Van egy faalapú csomagolóanyag bázisunk, ahol egyedi speciális raklapokat gyártunk, tengeren túli csomagolást és az ehhez kapcsolódó ládákat, dobozokat és logisztikai rendszereket. 2003-as alapítású a cég, 95%-ban hazai multinacionális cégeket szolgálunk ki, idén fog indulni egy komolyabb exporttevékenységünk. Szeretnénk számottevő negyedét az árbevételnek, vagy 50%-át exportárbevételnél elérni. Ez mindenképpen a célunk. Célunk az, hogy kifejlesztjük azt a világpiaci újdonságunkat, ezt a új típusú préseltőkét, aminek a fejlesztési szakaszában vagyunk. Most várhatóan 2 éven belül tudunk kirukkolni a piacra ezzel az újdonsággal. A cég egyik fontos projektje a préseltőke előállításának technológiai megújítása. A préseltőke a raklap egyik fontos eleme. Tulajdonképpen ez tartja össze a faszerkezetet, és ez hordja a terhet. A préseltőkéket, amit felhasználunk a raklap összeállításkor, ezt jelenleg úgy vásároljuk. Viszont ezzel a géppel elő tudnánk állítani saját részre ezt a préseltőkét. Ami a csavar ebben a történetben, hogy speciális mi volt a miatt, mi nem száraz anyaggal kísérletezünk, hanem nedves anyaggal, amihez egy speciális ragasztóanyagot kísérleteznek ki számunkra egy kutatóintézet. Ez a nagyobb a vásárolt préseltőke, ez van a raklapokban, ez tartja össze gyakorlatilag a lapokat, ez meg a ezen a kísérleti gépen gyártott. Így van, hát jelen pillanatban ez még ragasztóanyag nélküli, de így is már elég jól formálható. Viszont nyilván nekünk ahhoz, hogy fel tudjuk használni, mindenképpen kell bele ez a speciális kötőanyag. Milyen anyagból készül ez? Milyen fából? Nyárfa és fenyőfa hulladék, tehát ez fűrészpor. Hát folynak a kísérletek, mikorra várható végeredmény? Második fél évben már konkrétizált darabok lesznek ebből. Az nagyon jó, és azon kívül, hogy préseltőkét csinálnak ezekkel a gépekkel, másra is lehet használni majd az új technológiát? Így van, jelenleg a hulladékunkat ezt úgymond egybe gyűjtjük, tehát a hulladék leeső fadarabokat, léceket, deszkákat, ezeket is szeretnénk ezen a gépen úgymond brikettálni. Aminek mi lesz a végeredménye? Hát nyilván ez tűzi anyag lesz, tüzelő anyag. Speciális raklapokat is készít a cég, speciális méretekben is. Olyan raklapok is készülnek, melyeknek az a legfontosabb feladatuk, hogy elnyeljék az utazás keltette rezgést. Ilyen fehér anyagok vannak a raklapok között, ez mi? Igen, ez egy habszivacs anyag, ami rezgést nyeli el. A különféle termékeket szállítanak ezeken a raklapokon, ami érzékeny a rezgésre, ezzel a szivacs anyaggal ki tudjuk küszöbölni. Például mit szállítanak? Például bankautomatákat. A gyárlátogatás során György László tájékoztatást kapott az üzem működéséről és a jövőbeli tervekről. Úgy gondoljuk, hogy a jövő az magyar high-tech és zöld, és az adóalba az kifejezi mindazt, amit mi a kormányon szeretnénk Magyarországon megvalósulni, látni, és amire mi az Innovációs és Technológiai Minisztériumban törekszünk.
Itt van egy magyar tulajdonú vállalkozás, egy magyar családi tulajdonban lévő vállalkozás, amely high-tech eszközökkel működik, 3D nyomtatói vannak, van kettő olyan 3D nyomtatója, amely a világban egyedülálló módon több mint egy köbméteres méretű eszközöket tud kinyomtatni, így ki tudják nyomtatni azokat a minta példányokat, amelyeket aztán a vevőknek be tudnak mutatni, hogy ezek azok a termékek, amelyeket mi önöknek le tudunk szállítani. Egy zöld vállalkozásról van szó, bár műanyaggal dolgozik, és fa raklapokat gyárt, és műanyag csomagoló eszközöket gyárt. Az látszik, hogy a műanyagot, amit felhasznál, az 100%-ban újra is hasznosít, vagy beépül a termékeibe közvetlen módon az elsődleges anyagáramban, vagy pedig, ha már a műanyag annyira elhasználódott, akkor ledarálják, és újra műanyagipari alapanyag lesz belőle. Ezen kívül kutat és fejlesztés innovál, mindig új lehetőségek után néz. Most azt látjuk, hogy fa raklapot lehet előállítani úgy is, hogy a fát nagyon ki kell szárítani 2-4% közötti víztartalmúra, és ahhoz lehet hozzáadni olyan kötőanyagot, amivel össze lehet állítani a raklapot, vagy pedig lehet úgy is, hogy ezt a szárítási folyamatot ezt átugorjuk, nem kell végrehajtanunk. Maga a szárítás nagyon energiaigényes, maga a szárítógépnek a megépítése és üzembe helyezése ugyancsak nagyon energiaigényes. Itt nagyon sok széndioxid kibocsátást lehet spórolni, hogyha ők az innovatív megoldásukkal úgy tudnak raklapokat előállítani, hogy nem kell majd kiszárítani a fát. Tehát egy olyan vállalkozásról van szó, amely magyar tulajdonban van, családi tulajdonban van, magyaroknak ad munkát, high-tech eszközöket használ, most vezetnek be egy új vállalatirányítási rendszert, amely teljesen integráltá teszi a folyamataikat, és zöld olyan műanyagipari megoldásokat alkalmaz, amelyek 100%-ban újrahasznosulnak, és olyan kutatófejlesztési innovációs tevékenységet folytat, amely ugyancsak a nagy hozzáadott érték irányába vezet. Az Adualba tehát amolyan mintacég a legtöbb kritériumnak megfelel ahhoz, hogy részt vehessen a Magyar Multiprogramban. A támogatáshoz fel kell tudni mutatni 3 egymást követő évet, melyben legalább 20%-os növekedést produkált a cég. Az látszik, hogy prémium termékeket gyártanak, olyan egyedi, kisszériás, csomagoló anyagokat tudnak legyártani, amelyekre nagyon sokan nem vállalkoznak, mert munkaigényesek, időigényesek, hozzáadott értékigényesek, tehát az emberi tudásnak benne kell lenni ezekben a termékekben, és óriási növekedési potenciál van a vállalkozásban. Most 640 millió forint az árbevétele, és a tulajdonos úrral, Varga úrral beszélgetve, ők azt látják, hogy amit ők el tudnak képzelni, az kb. 3-4 milliárd forint. Tehát 3-4 milliárd forintosra tud növekedni a cég. Ez egy 8-szoros növekedést jelentene. Mi azon leszünk, hogy ebben az Adualbának segítsünk, mert akkor itt Székesfehérváron és környékén még több embernek tudnak munkát adni, még több hozzáadott értéket tudnak előállítani. És egyelőre hazai piacokra gyártanak, de bennük van a lehetőség arra, hogy megvan a vállalkozásban a lehetőség arra, hogy nemzetközi piacokra, exportpiacokra is közvetlenül kilépjen. A gyárlátogatás során elhangzott a piackonform támogatás, ez mit jelent? A piackonform támogatás azt jelenti, hogy a magyar állam és általában a gazdaság, politikák a világban csak úgy támogathatnák a vállalkozásaikat, ami piackonform, tehát megfelel a nemzeti és a nemzetközi versenypiaci, versenyjogi szabályoknak. Mi Magyarországon nagyon ügyelünk arra, hogy ez így legyen. Nagyon sokáig ez a szemlélet sem érvényesült Magyarországon. 2010 óta, amióta patrióta gazdaságpolitikát folytatunk, azóta minden lehetőséget megkívánunk adni, ameddig a nemzetközi versenyjogi szabályok erre lehetőséget biztosítanak a magyar és a Magyarországon működő vállalkozásoknak, hogy azok otthonuknak érezzék a hazánkat, munkát adjanak a magyaroknak, és amennyire lehetséges, az egyfőre eső termelékenységüket növelni tudják. Vagyis az egyfőre eső profitot és béreket, aztán meg a vállalkozásokra van bízva, hogy azt profitbarát vagy munkavállalóbarát módon osztják el. A profitbarát mód sem önmagáért való, hanem azért kell sokszor profitot felhalmozni egy vállalkozásnak, hogy a jövőbe tudjon tekinteni, előre tudjon tekinteni, és abból beruházásokat tudjon megvalósítani, pontosan is annak érdekében, hogy azoknak a munkavállalóknak a munkahelyének a stabilitása az erősödjön,
vagy a munkahelyek stabilabbá váljanak azoknak, akik itt dolgoznak a vállalkozásnál. A Magyar Multi Programba március 5-től lehet jelentkezni azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, akik a jövő magyar multiai.